Jól zárul az év a gimiben, már lehet rendelni karácsonyra töltött káposztát, egekben a műtrágya ára, független Kazasztán. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 15-én 18 óra 5 perckor. Tóth Barna, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium intézményvezetője televíziónknak adott nyilatkozatában elmondta, hogy az idei tanévre tervezett programjaikat idáig maradéktalanul meg tudták valósítani. Szólt arról is, hogy a szeptember leginkább a 9-es évfolyamnak kedvez, hiszen a figyelem ilyenkor rájuk irányul a gólyatábor, valamint a gólyahét megtartásával. Általában, amikor szeptemberben kezdődik egy új tanév, akkor leginkább a 9. évfolyamos tanulókra szoktunk koncentrálni. Minden figyelmünket feléjük szoktuk fordítani, amennyire csak lehet. Meg tudtuk szervezni a gólyatábort Berekfürdőn, meg tudtuk szervezni a gólyahetet és a gólyaestet. Igaz, hogy nem olyan körülmények között, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, de itt az iskolában minden szabályt betartva mégiscsak tudtuk őket fogadni, és be tudtuk mutatni a műsorainkat nekik. Azon kívül nagyon fontos dolog, hogy a szalagavatót is október második felére, október közepére terveztük, ezt a városi sportcsarnokban szintén meg tudtuk rendezni, úgyhogy ennek ugyancsak nagyon örültünk. Most pedig igazából a beiskolázási időszakban vagyunk benne. Jelenleg a beiskolázás időszakában van az oktatási intézmény. A létszámok általában tavasszal kezdődnek kirajzolódni. Ilyenkor mindig csak bizakodik az ember. A létszámok azok igazából olyan tavasszal kezdenek körvonalazódni, és a nyár elejére válnak majdnem biztossá. Annyit el tudok mondani, hogy amit eddig indítottunk szakokat, azokat ezután is szeretnénk indítani. Tehát ez az 5 féle emelt óraszámú gimnáziumi képzésünk, az angollal, a biológia kémiával, a matematika fizikával, az informatikával és most már a magyar történelemmel is. Úgy gondoljuk, hogy ezekre van is érdeklődés, és emellett még kínálunk egy, most így mondanám, hogy egy régi különlegességet, ez pedig az általános tantervű 4 évfolyamos gimnáziumi képzés. Úgyhogy ezt szeretném most is elmondani, hogy mi úgy tapasztaljuk, amikor az általános iskolákkal felvesszük a kapcsolatot, főleg ebben az őszi időszakban, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik nem mernek még választani egy-egy irányvonal mellett, hanem nagyon szívesen folytatnák még akár nagyon jó tanulóként is azt a fajta nyugalmas tanulási lehetőséget, amit egy általános iskola tud biztosítani, és ezt a fajta képzést mi számukra szeretnénk létrehozni. Volt már korábban az iskolában ilyen, tehát nem teljes mértékben újdonságról van szó, úgyhogy abban bízom, hogy erre is lesz majd érdeklődés, és akkor egy újabb 2 évet kapnak a gyerekek ahhoz, hogy mire mondjuk fakultációt kell választani, egy picit több információ birtokában tudják majd meghozni ezt a döntést. Tóth Barna vírushelyzet kapcsán elmondta, hogy kötelezővé vált az iskola területén a maszkviselés, a kézfertőtlenítés, valamint a távolságtartás. Egyrészt ott kezdeném, hogy most ugye az iskolának a közvetlen főbejárata mellett az aulában beszélünk, de hogyha bentebb lépnénk még 3 lépéssel, akkor onnantól már ettől a héttől kezdve kötelező maszkviselés van nálunk is. Úgyhogy nyilván figyeljük mi is az országos helyzetet is, illetve itt a karcagi dolgokat is, és akkor ehhez kapcsolódóan hozzuk meg az intézkedéseinket. Az átoltottsággal kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a tanulóknak jelen pillanatban 56%-a van beoltva. A felnőtt kollégáknak, tehát a tantestületnek, illetve beleértve az irodai és technikai dolgozókat is, nekik pedig 95%-a, tehát ott gyakorlatilag majd, hogy nem teljes mértékben oltottak vagyunk, úgymond. Az igazgató kijelentette, hogy ha digitális oktatásra kerül sor, akkor fel van rá készülve az intézmény, sőt igyekeznek finomítani a rendszeren a jobb és nagyobb hatékonyság érdekében. Erről a bizonyos digitális oktatásról ugye azt kell tudni, hogy ez így a köztudatban egy olyan jó másfél éve van benne tulajdonképpen, és semmiféleképpen sem szabad összehasonlítani azzal a fajta jelenléti oktatással, ami viszont több évszázadon keresztül szocializálódott ilyenné, hogyha szabad így fogalmazni. Mi ennek az előző másfél évnek a tapasztalataiból kiindulva mindig szeretünk egy picit finomítani és változtatni még rajta.
ami nálunk azt jelenti, hogy én annak a híve vagyok, hogy nem kell mindent mindenkinek egyformán csinálni, hanem ki, amiben jó, és akár tantárgy specifikusan, vagy akár tanulócsoportra nézve, igenis vannak változtatási, vagy lehetőségek és eltérési lehetőségek, úgyhogy próbáljuk a hatékonyság irányába és a motiválhatóság, a diákok szempontjából való motiválhatóság irányába hozni ezeket a döntéseket. A programok tekintetében arról volt szó, hogy a lehetőségekhez mérten igyekeznek minden betervezett eseményt megtartani. Készülnek egy adventi istentiszteleti alkalmon való szolgálattal, valamint betlehemezéssel is. Jóval drágább lesz idén az ünnepi töltött káposzta. Drasztikusan emelkedett az egyik hozzávaló ára. Többet kell fizetni idén az ünnepi töltött káposztáért. A legfontosabb alapanyag a káposzta ára ugyanis drasztikusan emelkedett. A sertéshús ára ugyan nem emelkedett jelentősen, a házi asszonyok mégis drágábban készíthetik el a töltött káposztát. Így viszont az éttermek is kénytelenek árat emelni. A töltött káposzta az mindig nagy sláger karácsonykor is. Mi egy csárda vagyunk, ugye nekünk a specialitásunk, úgyhogy nálunk is állandóan keresik, főleg ilyenkor a kedves vendégek. Mi a töltött káposztát füstölt csülökkel tálaljuk, de ezen a környéken nagyon népszerű a debreceni töltött káposzta, azt is készítjük néha, a bujkanapokon például, úgyhogy ilyenekkel várjuk a kedves vendégeket szeretettel. Az idén már emeltünk egy 15%-ot az árakon, az alapanyag árak felmentek, jelen pillanatban a káposztára ment följebb, de ezzel az áremeléssel is úgy gondolom, hogy aki minőségi vendéglátást szeretne, az megfizeti. Az ünnepi töltött káposzta árait még csak most kalkulálják a legtöbb étteremben. Már adventet megelőzően, tehát november végén elkezdődött az érdeklődés, ugye telefonos megkeresések útján keresik a jól bevált ízeket, töltött káposztát, halászlét, kocsonyát. Töltött káposztánk az nagyon népszerű karácsonyi étel, jellemző, hogy családok ugye több adagot rendelnek egyszerre, és nálunk az a különlegesség a töltött káposztának, nyilván, hogy házias ízeket vagy ízvilágot képviselünk, tehát nálunk nem ez az újra gondolt ízvilág jellemző, illetve még azért szeretik nagyon a vendégeink, mert saját állományból, tehát saját hízóállományból vágjuk le ehhez az alapanyagot. Egekben a műtrágya ára, gondban a gazdák. Brüsszel nehezíti a pályát. Míg egy szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodó korábban hektáronként körülbelül 80 ezer, jelenleg mintegy 250 ezer forintért jut hozzá a műtrágyához. Nagyjából olyan 300-350%, tehát ilyen áremelkedésre tulajdonképpen sehol nem lehet tartani, illetve nem hallottunk ilyenről, meg nem is indokolt jelenleg sem. És úgy gondolom, hogy az áremelkedés mértéke az nem csak egy tényezőtől függ, hanem függ attól is, hogy hogyan tudja maga a tulajdonos is rendezni a dolgait, megfelelő tárgyalásos úton, emberi hozzáállással, szakmai hozzáállással, és nem politikai célok eszközeként felhasználni. Féken kell tartani az elszabadult árakat, mert az nem csak az agráriumban okoz súlyos gondokat, hanem a boltok polcain megjelenő termékek árain keresztül szinte mindenkinek, jelentette ki Hóba Imre a Karcag Televízióban. Hát a tápanyag visszapótlásnál a nitrogén áremelkedés az egy nagyon fontos tényező, és talán indokolatlan az a nagymértékű áremelés, ami a gazdatársadalomnak a fizetőképes keresztetét meghaladja. Tehát tulajdonképpen nem is indokolt ekkora áremelkedés, másrészt pedig a versenyhelyzetben a gazdák versenyképességét nagy mértékben csökkenti, és hát ami eddig képződött a gyártulajdonosnak nyeresége, ez a nyereség arra is alkalmas lett volna, hogy mértékét tekintve alacsonyabb mértékű áremelkedést vezessen be a piacra, megértve a gazdáknak a helyzetét, hiszen az áremelkedés kapcsán nem csak a műtrágya áremelkedés van, műtrágya növényvédőszer áremelkedés, üzemanyag áremelkedés, gép, alkatrész, munkabér, egyebek. Tehát összhangját tekintve ez a nagymértékű, kiugróan magas áremelkedés, ez nem indokolt semmilyen körülmények között. És úgy gondolom, hogy a gyártulajdonosnak is el kell azon gondolkodni, hogy egyik képződik nyereséget megoszta a gazdákkal, olyan értelemben, hogy kisebb mértékű áremelkedés terhel a
gazdaságunkra, az agráriumra, és ezzel talán tudjuk ellensúlyozni azokat a kihívásokat, amelyek előtt állunk. Azzal együtt, hogy ilyen mértékű árat fenntartani úgysem lehet, az nem versenyképes, nem fenntartható, és úgy gondolom, hogy a gazdatársadalom megtalálja a módját annak, hogy ez a helyzethez tudjon alkalmazkodni, de a tulajdonosnak is kell alkalmazkodni ahhoz, hogy nem csak a nyugat-európai árakat kell figyelembe venni, hisz nálunk a körülmények, a támogatási lehetőségek teljesen mások, gyengébbek, így a versenyképességet nem tudjuk megtartani. Mindenképpen indokolt az, hogy a gazdatársadalom megkapja azt a jogos, arányos költséghelyzetet, ami a műtrágy áremelkedés kisebb mértékét fogja jelenteni. Az eredményes és magas színvonalú élelmiszerellátás egyik legfontosabb feltétele az, hogy a növényeket etetni kell. A jelentések szerint azonban alig van műtrágya a piacon, az a kevés pedig szinte elérhetetlenül drága. Mindezek mellett a természet kihívásaira is választ kell találniuk, a Brüsszelben hozott szabályok pedig tarthatatlan állapotokat eredményezhetnek. A műtrágya olyan input anyag a mezőgazdaságban, ami nem megkerülhető. Ez a növények üzemanyaga, ez határozza meg, hogy a magyar gazdák milyen termés eredményeket érnek el, és ezen múlik, hogy a fogyasztók számára mennyiért érhető el az élelmiszer a boltok polcain. Alig egy év alatt több mint a tízszeresére drágult a földgáz, és mivel azt teszi ki a műtrágya előállítási költségének legnagyobb részét, a műtrágya árak a négyszeresére növekedtek. Független Kazasztán. Kulcsfontosságú eredmények 30 év alatt címet viselő kerekasztal beszélgetésen vett részt térségünk és városunk országgyűlési képviselője F. Kovács Sándor. A Magyarországi Kazak Nagykövetség, valamint a Külügyi és Külgazdasági Intézet meghívásának tett F. Kovács Sándor eleget a Független Kazasztán kulcsfontosságú eredmények 30 év alatt címet viselő kerekasztal beszélgetésen. Mint a Magyarország-Kazasztán parlamenti baráti csoport helyettes vezetője, gratuláltam a Kazak Köztársaság függetlenségének 30. évfordulója alkalmából, és hazánk elismerését fejezte ki partnerországunk elmúlt években tapasztalt rendkívüli fejlődésért, továbbá a két ország egyre szorosabb kulturális, kereskedelmi, gazdasági, politikai kapcsolataért áll a Honatya közleményében. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!